Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban, a jobb agyféltek és rajztanulásról szóló sorozatunkban. Ismét a vendégünk a Valdorát képviseletében, Dologi Andrea. Szia, Andi! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Nagyon sok mindenről beszéltünk már az elmúlt három adásban, itt veletek kapcsolatban. Amiről még nem volt szó, az az, hogy miben is különböztök ti a többi rajztanító iskolánál. Hú, ezt most nagyon csúnyán mondtam, bocsánat. Szóval a lényeg az, hogy miben különböztök a többiektől, és ezzel kapcsolatban mielőtt belekezdünk, azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy nagyon sok és nem tippeket akarok adni, de vannak bizony akciós oldalak, ahol különböző jobbagyféltek és rajztanfolyamokhoz hozzá lehet jutni gyakorlatilag kvázi féláron, de én azt látom, hogy elszaporodtak ezek a rajztanfolyamok, és időnként az emberek meg sem nézik azt, hogy kik azok, akik ezt oktatják, hogy is néz ki ez a dolog, ki van mögötte, hanem egyszerűen csak azt mondják, hogy ja, ez is ugyanolyan rajztanfolyam, mint a másik, akkor jó lesz nekem ez is, miért fizessek én többet, stb. Stb. Ez egy bizonyos marketing stratégia, ami a magyar cégeknél, sajnos nagyon sok cégeknél egy megszokott stratégia, viszont azért érdemes megnézni azt, hogy ha már egyszer fizetünk, akkor kinek fizetünk, és mit kapunk a pénzünkért, és valóban arra tanítanak meg, amiről tényleg, amit szeretnénk is megtanulni, és nem arról van szó, hogy tömegével szeretnének valamit eladni. Remélem nem sértettem meg senkit, de Andi, átadom neked a szót. Köszönöm szépen. Valóban nagyon sok olyan jobbagyféltek és rajztanfolyamnak nevezett tanfolyamot lehet találni a neten, ahol ezt így nevezik a tanfolyamot, de maga a módszer az teljesen más, vagy az oktatónak egy saját tematikáját tanítja, és nem az eredeti jobbagyféltek és rajzolás módszert. Én azt gondolom, hogy amit az eredeti módszer, amit Betty Edwards kitalált, az két dologban nagyon fontos. Az egyik az, hogy ő azt mondja, hogy látásmódot kell tanítani, és hogyha úgy mész el egy ilyen rajztanfolyamra, hogy az oktató nem tudja neked megfogalmazni azt, hogy pontosan mi is ez a másképp látás képessége, mit értünk alatta, és mi az, amit neked fejben kell csinálni ahhoz, hogy jól tudjál rajzolni, akkor az nem egy valódi jobbagyféltek és rajztanfolyam volt. Tehát mindenképpen azt ki kell hangsúlyozni, hogy látásmód tanításáról van szó. A másik, hogy az eredeti módszer az odáig juttatja el az embereket, hogy megtanulnak tükörből önarcképet rajzolni az embereket, nem referencia fotó alapján, hanem tükörből. Ez egy óriási különbség, ez egy több lépcsős folyamat, amíg valaki idáig el tud jutni. Tehát egy valódi jobbagyféltek és rajzoktató cégnél kell, hogy legyen élőből rajzolás is. Az, hogy csak referenciafotóról rajzolás van, ez nem elég. Másik, ami... Igen? Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy egyébként a honlapotokon és a Facebook oldalatokon láttam több képet, amiket én gondolnám, hogy azok küldtek be, akik nálatok voltak rajztanfolyamon. Jól gondolom? Igen, igen. A Facebook oldalunkon is és a honlapunkon is rengeteg ilyen referencia kép van, ami a tanfolyamainkon készült. Vagy ugye nekünk van online tanfolyamunk, és amit az online tanfolyamosok küldenek be. Tehát azok a képek is mind kint vannak, és egyébként a Facebook oldalunkra majdnem mindig, tehát nem majdnem mindig kitesszük, amikor van egy tantermi tanfolyamunk, akkor oda kitesszük a Facebook oldalunkra a képeket, amit tanultak a résztvevők, és nem szoktuk kiválogatni a képeket, hogy csak a jókat tesszük ki, hanem mindenkinek a képe kint van.
ugye ez mondjuk egy hozzájárulás kell a résztvevőtől, tehát úgy mondom, aki hozzájárul ahhoz, hogy a képét kitehetjük, azoknak a képe mindig kint van, és abszolút meg lehet nézni, hogy honnan, hova jutnak a diákok, hogy milyen technikával mit lehet csinálni, melyik technika hogy néz ki, tehát nem szoktuk kiválogatni, hogy csak a jókat, hanem mindig mindenkinek a képe kint van, és szerintem ez egy nagyon jó referencia arra, hogy nem csak a kiválogatott jó képek vannak kint. Nézegettem egyébként közben itt pont a Facebook oldalatokon vagyok, és annyira hihetetlen nekem ez az egész, hogy és tényleg ez az előtte utána, after before, hogy a külföldi csatornákon lehet látni, és annyira jó ilyen előtte utána képek vannak, hogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy nézzétek meg, hogy valóban hihetetlen az, amit el lehet itt érni, és én amikor az elsőt megláttam, akkor ilyen hihetetlen kategória volt számomra, hogy ilyet meg lehet tenni, és olyan életű és olyan tekinteteket rajzolnak le emberek mindenféle előzetes rajztudás nélkül, hogy számomra ez ilyen csoda kategória, egy kicsit olyan, mint amikor mindig mondom, hogy Erdélybe elmegyünk, és ott egy csoda van. Na ez is egy ilyen csoda, hogy nézem ezeket a képeket, és valami hihetetlen olyan arckifejezéseket, mimikákat, olyan tekinteteket látok, hogy szinte azt érzem, hogy rám néz a portréról az adott személy, akit lerajzoltak. Ugye, Andi? Igen, és nagyon érdekes, amit mondasz, mert amikor kívülről nézi valaki ezeket a rajzokat, akkor azt mondja, hogy úristen, itt tényleg csoda van, mint ahogy te is megfogalmaztál, és akkor valaki eljön egy tanfolyamra, így utolsó nap a végén kezébe fogja az első napi, meg az utolsó napi rajzát, és akkor azt mondja, hogy de hát nem is történt csoda. Én végig azt vártam, hogy mikor fog történni a csoda. De hát ez annyira logikusan és egyszerűen fel van építve, hogy észre sem veszem, hogy egyszer csak már jól tudok rajzolni. Mm-hmm. Tehát, hogy ez kívülről nézve tűnik csodának, amikor meg belül vagy, akkor meg tudod, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni, mik azok a kezdeti rávezető gyakorlatok, amivel tudatosítani kell azt, hogy mire figyelj rajzolás közben, és egyszer csak magától megtörténik ez a csoda. Érdekes, amit mondasz. Azon gondolkodtam egyébként ma, hogy amit ti tanítotok, vajon nálatok végzette, vagy egyáltalán jobb agyfületek és rajztanfolyamra jártak-e azok, akiket látunk az utcán, hogy rajzolnak, hogy vajon hogyan lehet azt megtudni, hogy ő egy ilyen jobb agyfületek és rajztanfolyamon tanulta, vagy ezzel született tehetség? Megkérdezed. De nincsenek egyébként ilyen ismertető jegyek? hogy valakiről meg lehet állapítani a rajzol? Ez egy nagyon érdekes, amikor az utcai portrérajzolókat is ezt szoktuk, szokták ezt kérdezni a hallgatók is, hogy akkor az utcai portrérajzolók hogyan rajzolnak, hogy amikor még nem tudsz rajzolni, és odamész egy utcai portrérajzoló mögé, akkor azt mondod, hogy úristen, de ügyes, és hihetetlen, hogy ilyet tud csinálni. Amikor meg kicsit szakavatott a szemed, és odamész egy ilyen utcai portrérajzoló mögé, akkor azt fogod látni, hogy ő is sablonokat használ a szemre, az orra, a szájra. Az a különbség egy utcai portrérajzoló, egy gyakorlott rajzoló között, és egy teljesen kezdő között, hogy az utcai portrajzolónak nagyon sok begyakorlott, jó, realisztikus sablonja van. Megnézi, hogy a te szemed, a te orrod, a te szájad mihez hasonlít leginkább, és ugye azt rajzolja le. Amik ki vannak téve az utcai portrajzolóknál is, mint referenciafotó, hogy ezt rajzoltam, ott azért híres emberek képei vannak kint. Én nem hiszem, hogy Brad Pitt modellt állt neki. Tehát azt a híres embert ő ugyanúgy fotóról rajzolta le, mint az, aki a jobbagyféltek és rajzolás módszerével kezd el rajzolni tanulni, hiszen először mi is fotó alapján kezdünk el rajzolni, tehát ez az első, hogy referencia fotó alapján megtanulj élethűen rajzolni. És aztán a következő lépések, amit már előbb is mondtam az előző interjúban, hogy nagyítás, élőbőrajzolás tendét, aztán jöhet az élőbőrajzolás
valós modell alapján, tehát ez így fel van építve. Nem is tudom, mit akartam ezzel mondani. Azt, hogy... Tehát, hogy az a... Mondja csak nyugodtan. Tehát, hogy az utcai portérajzolók is egy nagyon jó valósághű sablont használnak, de nem, tehát egy élőből rajzolt portré, az sosem fog olyan mértékben és olyan jól hasonlítani az eredetihez, mint hogyha fotó alapján rajzoltad volna. Igen. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, Andi, mert hogy azért itt a nyár, sokan most mennek a Balatonra ide-oda, és igen, rengeteg, igen. rengeteg ilyen rajzolóval, vagy művésszel, ha nevezhetjük így, egy-kettőt igen, szerintem igen. nyugodtan nevezhetünk művésznek. Így van, abszolút, szóval, szerintem. Ilyenekkel fogtok találkozni, kedves hallgatók, és majd gondoljatok erre, hogy a Max Rádióban hallottátok ezt a dolgot, hogy bizony-bizony ez a háttere ennek a történetnek. És én nagyon szépen köszönöm még egyszer Andinak, hogy a rendelkezésünkre állt, mert hogy az elmúlt adásokban nagyon sok jó dolgot hallottunk, és ezt a mostani dolgot, ezt meg különösen örülök neki, már ezért megéri ezzel a témával foglalkozni. No, kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben a Valdorat képviseletében Dorogi Andreát hallottátok. Andi, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Szervusz. Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. The Station. A műsor támogatója, jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu